A versenyekre 0-tól 99 éves korig vártak mindenkit, szülőt, nagyszülőt, gyermeket. A mai napunk egy hagyományos nap az óvodába, családi sport délutánunkat tartjuk meg, szerencsére az időjárás kegyes volt hozzánk, és ezt az alkalmat szoktuk kihasználni arra is, hogy az óvodába újonnan érkező gyerekeket itt köszöntjük valamennyi szülő és gyermek közösségünk előtt. Nagyon büszkék vagyunk a kis csoportosainkra, hiszen a pár hét alatt nagyon szépen beszoktak a gyerek közösségbe, és gyönyörűen verseltek, énekeltek, hiszen egy-egy őszi versel és a csoportra jellemző indulóval köszöntöttük őket. Krumplit hordtak, tököt gurítottak, tehát minden feladat az ősszel volt kapcsolatos. Az őszkincseit, ahogy mi mondjuk, az őszi terméseket, azért szoktuk fölhasználni ezen a délutánon, hogy megmutassuk a szülőknek, hogy nem drága játékokra van szükség, hanem bizony, ha gesztenyét gyűjtenek, azt is föl lehet használni, ha tököt faragnak otthon, vagy tököt termelnek, vagy krumplival is lehet jókat játszani, hiszen ha jól hallom, most éppen a krumpli ültetés zajlik a háttérben. De ez egy jó alkalom arra is, hogy az újszülők megismerkedjenek a többiekkel. Pedagógiai programunkban kiemelt feladat az egészségre nevelés, az egészség megőrzés, aminek fontos részét képezi a mozgás, és a mozgásra mindenkinek szüksége van, ahogy mondtam, 0-tól 99 éves korig, hiszen a mozgás mindennek az alapja. A gyerekeinket nem nagyon kell noszoktatni, hiszen ő nekik a mozgásigény kielégítése a fő feladatunk, de most próbáltuk a szülőket, nagytesókat, kistesókat is bevonni ebbe a mozgásos délután.